Szombat hajnalra nyílt katonai konfrontációvá folyult a Jevgenyi Prikozsin vezette Wagner csoport és az Orosz Védelmi Minisztérium viszája, állapította meg napi helyzetértékelésében a brit katonai hírszerzés. A londoni védelmi minisztérium által ismertetett hírszerzési tájékoztatás szerint a Wagner magánhadsereg egységei legalább két helyszínen átléptek a megszállt ukrajnai térségekből Oroszország területére, és szinte bizonyos, hogy Rostovban biztonsági szempontból kulcsfontosságú létesítményeket foglaltak el. Ezek között van az ukrajnai orosz katonai műveleteket irányító központ is. A Wagner további alakulatai a Voronyezsi területen vonultak észak felé, és ugyancsak szinte bizonyosra vehető, hogy céljuk Moszkva elérése, áll a brit katonai hírszerzés szombati elemzésében. A szolgálat értesülése szerint nagyon korlátozott azoknak a bizonyítékoknak a köre, amelyek a Wagner és az orosz biztonsági erők közötti összecsapásokra vallanak. A brit katonai hírszerzés azt valószínűsíti, hogy az orosz alakulatok némelyike passzív maradt és aláveti magát a Wagner utasításainak. A helyzetértékelés szerint a válság további fejlődési irányát a következő órákban az orosz biztonsági erők, különösen az orosz nemzeti gárda lojalitása határozza meg döntő mértékben. A brit katonai Szerzés szerint az utóbbi időkben ez a legjelentősebb kihívás az orosz állammal szemben.